Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Különös tisztelettel üdvözlöm Szántai Lajos előadónkat. Úgy gondolom, őt nem kell senkinek bemutatni. Nem olyan rég volt megyei önkormányzat vendége, Dalmárlatót Istvánnal, Szent István Szent Korona témakörben egy beszélgetést prezentáltak, itt nekünk nagyon jó volt. Ismét Szántai Lajos, azt hiszem, hogy mindjárt nagyon vártuk már előadását, és körülbelül 8-ig tart az előadás, és utána egy-két kérdésre is lesz idő. Mai témakör Szent László. Köszönöm szépen. Akkor én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az a helyzet, hogy most egy kicsit meg vagyunk fogva, mert Szent Lászlóról 2 óra, az körülbelül olyan, hogy nem is tudom megfogalmazni, hogy mennyire nem elég semmire. De ezt úgy magunk között mondom. Tehát ez azt jelenti, hogy szerencsére ebben a témakörben, mivel ez egy sorozat keretében, gondolom Gál Péter, József, Bakai Kornél, tehát itt már jönnek majd, vagy már voltak. De azt lehet mondani, hogy ha minden nap valaki 24 órán keresztül beszélne Szent Lászlóról, akkor se jutna a végére. Tehát hihetetlenül gazdag a hagyománykör. Annyira, hogy látom a tekinteteket, és egy kicsit úgy meghökkenek, hogy mi a probléma mondjuk egy ilyen mondat megalkotása révén. Ezt nem én fogalmaztam meg először, ezt aki Szent Lászlóval foglalkozott, egy László Gyulát tudok idézni. A hagyománykör túlságosan gazdag, ez a nemzedék pedig túlságosan szegénynek tartja magát. És van egy óriási nagy probléma, ez egy evangéliumi idézet, akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Jelen pillanatban a magyar társadalom egy része meg van győződve arról, hogy nincsen semmink. Nem árt tudni, hogyha sokáig csinálják így, akkor előbb-utóbb be is fog következni. Más népek történelmét egy kicsit közelebbről megnézzük, művelődés történetét. Azt lehet tapasztalni, hogy egy évszázadban, persze ez most kicsit sarkított megfogalmazás lesz, de ha valaki úgy körbe tekint. Tehát Európa népeinek úgy nincsen nagy problémájuk saját múltjukkal, mert a legtöbbnek igazi nagy múltja nincs is. Tehát nem is tudja meghatározni magát se nyelvileg, se identitás, se etnikai hovatartozás vonatkozásában. Ugyanakkor pedig, hogyha mondjuk egy évszázadban egyszer adódik valaki, az egy ilyen szegényes korban nagyon jó, mert nem kell figyelmet összpontosítani, van egy név, lehet szobrot állítani, lehet ünnepelni, nincs probléma. És a magyar művelődés történelme az olyan, hogyha én csak megnézem a 20. század elejét, hogy kik tevékenykedtek, kik alkottak, hát egy mindenséget meg lehet ám tölteni. Ha megnézzük az azt megelőző kort, a reformkort, hát más népnek lettek volna ilyen szellemi óriásai. Csak hangsúlyozom, mi mindig azokat ismerjük, akik állandóan ismertetés révén fülünkbe vannak duruzsolva. De ha a film alkotások világát idézem, akkor csak egy apró figyelmeztetés. Francia filmművészet, vagy a nyugat-európai. Robin Hood 1, Robin Hood 2, 3 testőr és az UFO-k, vagy a dinoszauruszok, mindegy, mert már más nem is tudnak feldolgozni. És ha én azért nem azért mondom ezeket, hogy hangulatot próbáljak kelteni, csak fogjuk már föl, hogy nekünk mink van. De mivel azt gondoljuk, hogy nincsen, újra jelzem, ennek beláthatatlanok tudnak a következményei lenni. Miért? Mert ez egy lélektani ügy. Tehát azt gondolod, hogy nincs, el is vétetik az, ami van. És ugyanakkor pedig, hát környezetünkben mindenki nagyon szépen boldogul a magyar történelemből, a magyar múltból. Hát ezt nem azért mondom megint csak, hogy valami rosszat bátorkodjak mondani, hanem tudomásul kell venni. Bármelyik elvett ország rész, jelen pillanatban bármelyik régi magyar nagyja, utóbbi időben ki van mutatva, hogy az nem is magyar volt. Hát Csák Mátéra gondoljunk. Árpádházi királyokra gondoljunk. Egyszerűen nem fogjuk fel, hogy mi történik a környezetünkben. Hát Balassi Bálintról már nem is beszélve. Hunyadi Jánosról nem is szólva.
Petőfi Sándort nem is említve. Hát Petőfi maga mondja meg, ha nem születtem volna is magyarnak. Tehát nem tudom, hogy a gondolkodással hogy állunk, vagy a szövegértéssel. Pedagógusok panaszkodnak, hogy a gyerekek szövegértése évről évre romlik. Hát a felnőttek nyugodtan megállapíthatják, hogy nekik talán nem is volt. Mert alapvető dolgokat nem hajlandó egy felnőtt társadalom megérteni. Magyarul van elmondva, érthető módon, mégse fogja fel. Nos, visszatérve tehát Szent Lászlóra, ha csak Szent Lászlónk volna, gyakorlatilag betölteni nem csak a magyar történelmet, be is tölti, hanem más népek történelmét is. És még egy kis figyelmeztetés vagy előrejelzés, ha én csak Rákóczitól számolok néhány évszázadot, azt lehet látni, hogy minden évszázadban a magyarságot eleink bevezették a világtörténelembe. Tehát olyan világra szóló hőstetteket, tetteket vittek végbe, hogy az egész világ megbecsülését kiérdemelték és kiváltották. Következő évszázad reformkor. A magyarság megint be lett vezetve nem csak a történelembe, a művelődés történelembe is. Aztán gondoljuk a 20. századnak az elejére. Ott már Csontváry még annak előtte megfogalmazza, hogy ő azt érzékeli, hogy a magyarság a 20. századi világtörténelemben nincs bevezetve. Bevezetődött, miért? Mert olyan szellemi óriások tevékenykedtek. Egy apró röpke kérdés. Van most olyan magyarországi értelmiségi magyar réteg, amelyik azon kívül, hogy televízióban nyilatkoznak és okos dolgokat mondanak, hogy a magyarságot bevezették volna a 21. századba? És föl se tűnik ez senkinek? Hát mintha nem a miénk lenne a saját múltunk. Egyszer nem érzékeljük egy nagy múltnak, ami nem a múltnak a visszasírása, ez egy folyamatos jelen időben jelenik meg. Egyszer nem érzékeljük ennek a mélységét és a magasságát. És van még egy nagyon egyszerű oka. Hát állítom, tisztelet a kivételnek, magamat is beleértve. Egy nap, 24 óra, egy átlagember mennyi időt tölt el internet, televízió, rádió és egyéb csacskaságokra való figyeleléssel? És akkor egy apró kérdés, mikor tetszik gondolkodni? Mikor jut néhány perc arra, hogy önálló gondolkodás révén, nem mások szócsöveként, meg kakukkolás tovább kakukkolva, hanem tényleg úgy elgondolkodni a világ dolgairól. Hát nem hangolódunk rá a világra, az élet alapvető ritmusaira. Állandó szövegelések. Szövegelések az iskolába, szövegelések a munkahelyen, szövegelések a tévébe, szövegelések a rádióba. És nem változtat, hogyha valamit piros-fehér-zöld színbe mondanak, mert a tematika és a lényeg ugyanaz. Ne gondolkodjál. Majd mi megmondjuk, hogy mettől meddig lehetsz magyar. Mondjuk a heti hetestől a heti válaszig terjed, gyakorlatilag ez a fajta spektrum, amiben lehet adott esetben tájékozódni. Nos, egy biztos, a magyar történelem, a művelődés történelem nem egy ilyen szűkös és bajos, hogy úgy mondjam, mesdjére terjed. És ha Szent Lászlót vesszük alapul, hát tényleg hihetetlenül gazdag a hagyománykör, mert hogyha csak a mondai hagyományból indulnánk ki, akkor ki lehet találni, hogy hát a tényleg irdatlan mélységekbe tudnánk alászállni. Hát egyrészt Szent László a mondai hagyományban, most idegen szavakat fogok használni, kozmogóniai, tehát magyarul kozmosz keletkezés, kozmogóniai és kozmológiai szinten jelenik meg. Ha arra gondolunk, hogy nem így van, akkor segítek. Magának a tejútnak a kialakulása a magyar néphagyomány szerint kötődik Szent Lászlóhoz Csaba királyfi útja, tündérek útja, Isten útja, hadak útja, tejút, tündérek járása, a lelkek útja, madarak útja, vagy nem kötődik. Hát nem egy mondai hagyomány elmondja, hogy általa keletkezett. Most a monda történetet nem ismertetem, mert akkor a mai tananyaggal nem fogunk végezni. Következő szint. Amikor még a kő lágy volt, Szent László. Hát hogy maradt meg Szent László lábanyoma, Szent László ülepenyoma, gyakorlatilag az egész Kárpát-medence szikla rendszerébe? Vagy lovának patkó nyoma?
Hogy fakadhat lovának patkó nyomából patak? Hát ismerni kell a magyar nyelvet, patkó, patak. Hát nyilván egy hatalmas erő már nyelvi szinten is elindít egy hatalmas nagy folyamatot. Hát ha valaki járt Mátra, Verebély, Szentkúton, ezt csak azért mondom, hogy viszonylag könnyen megközelíthető. Ott is, aki szurdokban, van egy szikla lent a járadban, ott van egy patkónyom, és ami érdekes, tényleg Szent László lovának tulajdonítják, de mi az egészben a lényeges? A legnagyobb szárasság idején is szivárog belőle a víz. És az ember meghökken, hogy? És oda 50-100 méterre meg ott vannak a gyógyító erejű, hatalmas életerejű források, amiket állítólag Szent László fakasztott. És mind a mai napig búcsújáróhely. Erdélyben van egy olyan forrás, amit nem Szent László lova, vagy maga Szent László bárgyával fakasztott. Végig gyakorlatilag Csíki-medencétől kezdve Gyergyón át, Gyimesbük, szép havasok, hogy az ismertebbeket említsem. Bárhol van víz, az azért jó víz, mert Szent László fakasztotta. Hát én is tudom, hogy ez képtelenség, mert ő 1068-tól adatolt a magyar történetírásban. De valószínűleg az ő előélete, a szentlászlóság, mint egyetemes, kozmikus minőség, az nem a történelmi Szent László születésével kezdődött, és nem a történelmi Szent László halálával fejeződött be. Na de, amikor még a kő lágy volt, hát ezt mindenki tudja, hogy van ilyen földtörténeti időszak? Hát persze, hogy van ilyen földtörténeti. A tudomány tanítja, tanítja. Akkor a mondai hagyomány honnan tudja? Mert valószínűleg nem a tudományos tájékoztatás és ismerettető sorozat mentén próbálták elterjeszteni a hírt. És maga Szent László mondja ki, hogy túl lágy a kő. Tehát nincs tartó ereje. És ha megint magyar nyelvből indulunk ki, akkor a kőnek, ha két követ összeütnek, milyen erő szokott keletkezni? Hát szikrázik. Magyar nyelven a kő és a hő ugyanannak a minőségnek egy idézőjelbe energia, vagy éppen megdermett állapotban lévő megfogalmazódása. Tehát mi volt akkor, amikor még az energia szabadon áramlott, de egyszer csak meg kellett szilárdítani? Szent László nevéhez kötődik. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor jön a következő meglepetés, hát gyakorlatilag Szent László a mondai hagyományban teremtés közeli, világteremtési hagománykört idéz meg, a keresztény hagyományban pedig, kinek az arcát viseli, ide nem messze, és hát jó, azért nem a közelben van, de mondjuk a Veleméri templom freskóit, hogyha elkezdjük tanulmányozni. Már Rommel Flór is észreveszi, ezt csak azért mondom, hogy aki egyszer látta, az azonnal tapasztalja. Csak azért mondom, mert nem árt tudni azt, hogyha valaki arra gondol, hogy hát Pap Gábor volt az, aki ilyen bátran kijelentette a dolgokat, nem ebben mondott ő bátran, hát ha most itt lenne nyilván én se ilyen bátran mondanám, hogy nem ebben mondott bátran nagy dolgokat, meg közhely a művészet történet írásba is, hogy Szent László, mint egy második Krisztus, vagy Krisztus alter egójaként jelenik meg a képi ábrázolásokon. Na most érdemes ám ezt összeadni. Tehát mondai hagyományban világteremtési szinten tevékenykedik a Szent Lászlóság, a legendák világában, egy keresztény valláson belül pedig a megváltói, megszabadítói szinten. Hát ha lenne egy népnek olyan történelmi hőse, mert ő közben történelemben is szerepet játszott, hát akkor tanítanák. És miért tanítanák? Mert a 2000 éves kereszténység történelmében nincs olyan történelmi szinten megfogható uralkodó vagy ember, aki amikor a maga korszakában tevékenykedett, utána még fél ezer éven keresztül, ráadásul templomok belsejében, falfestménye, ugyanazokkal az arcvonásokkal ábrázolják és örökítik meg, mint Jézus Krisztust. Csak azért mondom, mert Szent László évének nyilvánították ezt az évet. Itt
Kaposváron úgy tűnik, hogy ezt tényleg jó értelemben meg is valósítják. Éppen baráti körben feltettem néhány kérdést, mert hogy én tájékozódom rosszul. Hát valaki, aki egész nap mondjuk az interneten csüng, mondja már meg valaki, hogy ahhoz képest, hogy Szent László éve van. Mi történt eddig? Hát azon kívül, hogy ilyen periférikus ügyek, hát Szent László éve. Ez egy hatalmas ünnepi eseménynek kellene, hogy legyen, és áldassék a neve annak, aki történetesen ezt így megfogalmazta, hogyha 1077-ben lépett trónra, 2017 van, hát ez legyen Szent László éve. Élek a gyanú perre, hogy majd csak június 27-én Szent László neve napján fognak majd nyilvánosság előtt olyan dolgokat elmondani, hát amit bárkiről el lehet majd mondani. Mert ha Szent Lászlóról tényleg a tényeket mondják el, akkor a magyarságnak a múlt képzetköre, hát az égbe fog szökkenni, mint egy Pegazus, mondjuk fel a Parnassus hegyére. Hát én meg lehet, hogy egy kicsit már ilyen rosszak a beidegződések, de van egy olyan érzésem, hogy ez így nem fog bekövetkezni. És miért nem? Mert alapvető dolgokat kellene még mellesleg tisztázni. De nincs olyan augusztus 20-ai műsor, amiben tisztáznák. Jelentkezzen az a honfitársunk, aki már egyszer megtapasztalta, hogy neki nyilvános keretek között, neki és még 15 millió magyarnak augusztus 20-án elmagyarázták Szent István révén, hogy mi az, hogy apostol királyság. Mi az, hogy apostoli rangban lévő uralkodó. Nem tűnik fel, hogy soha nem esik erről szó? Egy. Jön a második. Magyarország nem akárkinek az öröksége, ugyanakkor pedig tulajdona. És ő pedig Magyarország királynője. Ezt is úgy szokták beállítani, mintha ez gyakorlatilag a kereszténységen belül általános dolog lenne. Segítek, nem általános és nem átlagos dolog. Mert az úgynevezett Szűz Máriának való ország felajánlások legszerényebb számítással is jó 6-700 évvel követik majd a Szent Istvánét. És egyiknek sincs egyházi jogi érvényessége. Hát ez olyan, én is bármit felajánlhatok. De úgy, hogy az valóban az legyen. Tehát Szűz Mária Magyarország királynője. Ez az ország az ő öröksége. Szent István három legendája van, de két legendájával szerepel. Tehát Szűz Mária öröksége. Tulajdona, ahogy mondani szokták. Hát ha ezt más területen ki lehetne mutatni, akkor valószínűleg teológián is tananyag lenne. De mivel ide tartozik, hát illik nem tudni róla. És végül a harmadik tétel, amit megint egyszerűen el lehetne magyarázni, van-e a keresztény világ, vagy az egyetemes világ, az ugyanaz gyakorlatilag történetében olyan, hogy egy koronának egy évezreden keresztül állandóan szent legyen a jelzője, és ráadásul nem csak a magyar nép, hanem a társországok népe is, középkortól bizonyíthatóan adatolt módon, a magyar jog pedig gyakorlatilag a 20. század feléig még érvényben volt, hát addig egyébként nem volt érvényben, hivatalosan, hogy élő minőségnek tekintik. Élő lénynek, élő minőségnek. Most ki lehet találni, csak többleteink vannak. Csak többleteink. És az, hogy apostol királyság mit jelent, hát azért könyörgöm, most ez nem a könyörgések ideje, de azért tényleg milyen jó lenne megérteni azt. Csak abban a pillanatban, ha valaki elkezdené mondani, akkor máshogy nem tudná mondani, mint hogy ilyen több nincs. Na igen ám, de mivel ilyen több nincs, akkor a külföldi hittérítők hogy jönnek majd külföldről hitet téríteni ide, és hogy hoznak ide olyat, ami nálunk nincs. Tehát egyszerűen fogalmaztam meg, még én is megértettem egyébként, bár egy kicsit olyan túl spirális, ringispillesnek tűnt a mondatszerkesztés. Tehát nem sok információt kellene tudni, hanem néhány alapvető dolgot. És információzön világában annyi információt tudunk Gondvánától, Atlantiszon át, Múig, Anasztáziától, nem tudom mettől meddig, csak azt a néhány alapvető ismeretet nem tudjuk úgy, hogy ennek a Kárpát-medencének tényleg nemzetalkotó népe lehessünk.
Mert most jelen pillanatban országlakosságról lehet beszélni. A lakosságnak meg van egy különös titka. Lakosság. Bármikor, bármilyen szinten ide-oda osztható, vihető, cserélhető. Egy népnek, nemzetnek gyökérzete van. A lakosságnak csak adatai vannak. Adatai. Nincsenek gyökerek. Tehát most nehéz helyzetben vagyunk, nem magunkhoz viszonyítva, hanem az egyetemes önmagunkhoz viszonyítva. Tehát bizonyos dolgok szintjét újra el kellene érni. És hát Szent László révén nem véletlenül hoztam én mindezeket előre, mert gyakorlatilag az ő korát se tudjuk történelmi szinten sem értelmezni, ha nem tudjuk, mit jelent az, hogy apostol király. Mit jelent az, hogy a magyar király apostoli rangban van. Hát szerény megfogalmazások szerint ez azt jelenti, hogy a kereszténység történelmében van egy személy, na most mihez viszonyítva tud ő apostol lenni, szent koronával kell, hogy megkoronázzák. Onnantól kezdve ő azon túl, hogy szakrális király, azért mégiscsak apostolként jelenik meg. Tehát a kereszténység elevennek tételezett történelmében, üdvtörténelmében, amíg van magyar király, addig mindig van velünk egy apostol is. Csak hogy történelmi szinten az apostolok, hogyha megnézzük, hogy ők kik voltak. Első körben a legfontosabb apostolok, legfontosabb foglalkozása a halászat volt. Vadászat már nem, halászat. Tehát András, rajta van a magyar szent koronán, fölötte van Péter, András és Péter testvérek, halászok voltak. János és Jakab itt vannak a magyar szent koronán, Mennydörgés fiai, ők is halászok. Na most ezt miért kell hangsúlyozni? Mert Jézus elhívja őket, és ezáltal ők apostolok lesznek. Na most apostolt soha nem lehetett téríteni. Miért? Mert miután Jézus elhívja, apostolok oszlása szétküldi őket, hogy térítsenek. Na most ha a magyar király apostol király, akkor lehet téríteni? Hát, hogy érthető legyen, ez csak az augusztus 20-ai Koppány István ügyek óta van ám így. Mert az mindent visz. Szép a történet, vérzik a szívünk, romantikus keretek között, jó leosztásban, és gyakorlatilag el van intézve 1000 évnek a történelme. És alapvető dolgok nincsenek megmagyarázva. Mi az? Tehát újra nekifutok. Apostol király. Mert ebben a minőségben viszont egyetlen egy emberfiáról lehet elmondani, aki Isten fia is, hogy egy személyben apostol, apostolos küldöttet jelent. Az Isten elküldte a fiát a világ megváltására. Tehát róla mondják az apostolok, hogy ő főapostol és király. Na most a magyar király milyen rangban van? Apostol királyi rangban. És a magyar szent koronával szembeállunk, egyetlen egy zománc kép van úgy kialakítva, hogy semmilyen irányba nem rövidül. Tehát ha keresztpánton felfelé, tehát így nem fog ívelődni, ha zabroncson van, akkor ezt az ívelődést nem fogja követni, mert itt van a pártázat kellős közepén, az oromzati pártázat kellős közepén, és az minden irányba ugyanolyan kiterjedésű. Tehát ez mit jelent? Ha magyar királyt szent koronával koronáznak, akkor végeredményben közvetlenül, ezen a koronán keresztül végül is egy apostol király Jézus Krisztusi programnak kell majd megvalósulnia. És így már talán érthető az, mert nem minden esetben, de nem ez lesz a kulcs, hogy Szent László megjelenik Velemiéren. Most azt azért idézem, mert mindenki ismeri a példát és Pap Gábor munkásságából, ez hála Istennek még már közismertnek is tételeződik. Ott Aquilla János ugyanúgy festi meg Szent Lászlót Bárdala kezében az arca vonatkozásában, ahogy Győrben most látható Szent László Hermán lehet látni. Tehát ez a jellegzetes hajviselet, jellegzetes bajuszviselet, jellegzetes szakálviselet, és hát jellegzetes arc. Szent Lászlót föl lehet ismerni. Na mi a meghökkentő? Meghökkentő az, hogy megjelenik Jézus Krisztus, a feltámadott. Megjelenik Jézus Krisztus a keresztfán. Megjelenik Jézus Krisztus az úgynevezett Veronika kendőn. Akárhányszor jelenik meg Jézus Krisztus,
kinek a vonásaival jelenik meg. Nyilván rosszul fogalmaztuk meg a kérdést, akkor visszamegyek Szent Lászlóra. Szent László kinek az arcvonásait viseli? De nem úgy, hogy hasonlít rá, hanem ugyanaz az arc, Jézus Krisztusét. Ha csak egy ilyen ábrázolásunk lenne, akkor már kérdéseket kellene feltenni. De legjobb nem beszélni arról, hogy homorod Karácsonyfalván Szent László megint csak miért jelenik meg ugyanazokkal a Jézus Krisztusi vonásokkal, amelyekkel ugyanaz a ecsetkezelő vagy műhelyből kikerült festő Gelencén tényleg Jézus Krisztust is megfesti. És ha elmegyünk Gelencére, mit lehet látni? Szent László felső emelete északi fal felület. Tehát északi fal felület. A Szent László legenda, felső emeleten. Ennek a nyitó képe a híres váradi jelenet, tehát a várad. Következő kijövetel a várból, vagy búcsú várattól, mintha Janus Pannonius versét hallanánk. Utána a csata jelenet, majd az üldözés, majd a párviadal, majd a fejlevétel, tehát a kunnak a lefejezése, és végül Szent László megszabadított lány ölébe hajtja a fejét. Tehát teljes terjedelmében a Szent László legenda a freskókon látjuk, 7 alapvető állomásra osztható, és ezen belül, hogy megvan adva, hogy melyik jelenet mit követ, gondolom fölfigyeltünk rá, nincs két egyforma. Olyan változatosságban jelenik meg a Szent László legenda Vitfalvától, Kakaslomnictól mondjuk egészen Bántornyáig, most ugrunk a Kárpátok keleti oldalára vissza Gelencére, hogy az valami hihetetlen. Hát a hihetetlen az nem jó kifejezés most ebben az esetben, de ez viszont mit jelent? Azt jelenti, hogy Székely Ders soha nem volt királyi központ. Homorod Karácsonyfalva oda nem messze van, tehát ha valaki mondjuk biciklivel, vagy lóháton, vagy sprintvágtában apostolok lován meg akarja tenni, nem nagy távolság. Meghökken az ember, mert Homorod Karácsonyfalva még kisebb település, mint Ders. Hát nem azt mondom, hogy Európa szintű falfestészet, világszintű. Tehát nem tudom, hogy fölfogjuk-e. Hát ha külföldön, Németalföldön lennének eldugott helyen ilyen magas kvalitású freskók, akkor minden művészet történet tankönyvbe szerepelnének. És mi a probléma? Két egymás mellett lévő településnél azt lehet látni, mind a kettő, mintha külön festőiskolával, műhellyel rendelkezett volna. És mind a kettő a legmagasabb szinten. És ha egy nép egy ilyen örökséget félvárról vesz, hát az engedelmet kérek, megint Jézust kell idéznem, és néha vegyük zokon, amit mond. Ti magatok nem mentek be, másokat meg nem hagytok, hogy bemenjenek. Na most szerencsére ránk ez, hogy más nem hagy, hogy bemenjen, ez a más most mi magunk vagyunk. Tehát ott toporzékolunk az ajtó előtt, az üdvösség kapujában, és nyivákolunk, siránkozunk, vergődünk, semmink nincs, semmire nem érünk rá, hát közben lassan eljön a világ vége. Itt a vége, fuss el véle. És majd azt is a televízión tetszik majd végignézni. Vagy hogy gondolja? Hát van az emberiségnek egy üdvtörténelme. Üdvtörténelme. És hogyha itt van egy olyan király, aki tényleg 1077-től 95-ig uralkodott, ténylegesen mint király. Hát az előélete 1068-ra Kerlési csatára megy dokumentáltan vissza. És megjelenik a templomi falfestészetben, liturgiában, szobrászatban. Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Hát legalább annyit meg kellene kérdezni, hogy. És ha megkérdeznénk, akkor keressük a párhuzamokat. Nincs. És miért nincs? Mert erről tényleg még a úgynevezett átlag művészet történetírás is elmondja, hát én most szó szerint nem fogom idézni, hogy ez az egyetlen, ezt így szokták mondani, hogy szívünkhöz kapjunk, hogy, mert úgy látszik, hogy máshol a hasonló kérdésekben sokkal több van. Na most, hogy szokták mondani, ez az egyetlen olyan falkép ciklusunk, ami csak nálunk van, hazai talajról sarjad ki. Akkor mutassál nekem nyugaton olyat, ami ott az egyetlen.
Majd ha lesz, akkor beszélhetünk. Mert se a Szent György legenda, se Szent Márton, se a Passió történet adott esetben. Tehát, hogy érthető legyen, nem az egyetlen, hanem nálunk megvan minden, és van egy etnikum specifikus többlet. Ez tényleg csak a magyarságra jellemző. Ez a Szent László legenda. Templomi falfestészetben. És a Gelencén, ott van a várad, és egy emelettel lejjebb látom a Passió történetet. És látom, hogy Szent Lászlónak még az arc borította a harci sisak, és a korona alól is ugyanaz arca jön elő, mint egy emelettel Jézus Krisztusé. De különben is, ha párhuzamosan fut, akkor az mit jelent? Összetartoznak. Az egyik kijön Váradból, ez Szent László. A másik bemegy egy várba, amit Jeruzsálemnek hívnak. Na most, ha valaki ezt se veszi észre, akkor már mit lehet mondani? Hát akkor nagyon nagy baj van a szempárral. Tehát az egyik az egy kivonulás, a másik meg bevonulás. Tehát Szent László kijön Váradból, Jézus pedig bevonul Jeruzsálembe. És minden egyes állomásnak megvan a Passió történettel való párhuzama. Elmegyünk mondjuk a Felvidékre, Gömörrákosra, de átugorhatunk Bögözre is. Ugorjunk át az erdélyi Bögözre, mert akkor gyakorlatilag egy területen mozgunk. Ott mit lehet látni? Északi falfelületen fent Szent László legenda, három szint van egyébként. Középen egy női szentnek a története, ez antiókiai Szent Margité. Igen, de egy emelettel lejjebb a legalsó szinten pedig meghökken az ember. Utolsó ítélet. Tehát ez mit jelent? Szellem, lélek, test. Hát miért a női szent története van középen? Hát a lélek egy kicsit, mindig egy kicsit olyan. Tehát van egy himnős karaktere. Miért legalul van a feltámadás? Vagy az utolsó ítélet jelenet? Mert testben támadunk fel, testiségnek a szintje. És mi hordozza a szellemi magaslatokat? Megint Szent László harca a kun vitézzel. Aztán elmegyünk Gömörrákosra, mi a helyzet Felvidéken, ugyanez, Szent László legenda fent, egy emelettel lejjel pedig az utolsó ítéletnek a története. Három királyok vonulása mondjuk Velemérbe, vagy Rugon falván. Megint mindenki, aki foglalkozott az ügyen, réges-rég kimutatta, milyen érdekes, tehát nem csak a Szent László legenda, etnikum specifikus, hanem a bibliai három király története. És miért? Mert egyetlen egy országban rímelődik rá az evangéliumi három mágusnak, napkeleti bölcsnek a története, egy valóban létező, történelmi szinten megfogható három szent királyra. Ki ez a három szent király? Adva van Velemér, megint miért idézem? Mert mindenki könnyen felidézheti. Egy öreg király letérdel Szűz Mária trónja előtt. Leszállt a fehér lováról. Nagyon öreg király letérdel, és egy koronát nyújt át. Szűz Mária eközben gyermekét Jézust az ölében tartja. Könyörgöm, öreg király, térdepel és koronát nyújt. Hát lehet azt mondani teljes joggal, hogy ez Kasparus, vagyis Gáspár, rendben van, de még egyszer fussunk neki. Egy öreg király letérdel és koronát nyújt Szűz Mária felé. A középső király pedig érett férfi korban van, lóháton ül, lován ülve pedig visszafelé fordul. Pap Gábor ezt nagyon szépen szokta elemezni. Ő az a király, aki, bár adorva van az üdvösségnek az útja, tehát ott van a gyermek Jézus, oda kell eljutnunk. Csak hogy mögöttünk is vannak. Tehát a lemaradókat megsegíteni. Tehát nem a saját üdvösséggel törődik, előre ott van a cél, hanem mi van embertársainkkal. És végül a legfiatalabb király egy kejhet tart a kezében, és így felnyújtja az ég felé, angyalarcú, csupasz képű. Na most a magyar hagyományban ki ez a három szereplő? Szent István, Szent Imre, Szent László. És ezt nem én mondom, most egy apróság.
150 éve szinte tananyagszerűen meg van fogalmazva. Áthatja a gondolkodásmódunkat? Hát a műsorok hatják át sajnos. Tehát ezek a fajta műsorok. Na most ide visszatérve pedig Grácz Antalt idézem, aki a maga idejében egy nagyon jó felismeréssel lépett elő. Adva van a magyar oltár. A magyar oltár miért magyar oltár? Hát a magyar oltár. Nem tudom, fölfogjuk-e. Magyar oltár. Ugyanakkor egyetemes is. Csak két magyar szent király áll az egyik oldalán és a másik oldalán. Középen pedig Szűz Mária. Elmegyünk Csíksomjóra, ugyanezt a felállást látjuk. Holdsarlón álló napba öltözött, fején 12 csillagból korona, kisdegy Jézust a kezében tartja, és hát az ő bal keze felől van Szent László bárdal a kezében, jobb keze felől pedig Szent István koronával a kezében. Na itt jött Grácz Antalnak a felismerése, ami rendkívül lényeges. Miért? Mert nem csak magyar oltár, hanem az egész földi életnek tulajdonképpen ez a lényege. Mert Szent László névünnepe nyári napfordulónál van. Tehát ez azt jelenti, hogy a nap a saját pályáján akkor jut a legmagasabbra. Rákhavának elején vagyunk, pár nappal a tényleges napforduló után, június 27-e. Ekkor a leghosszabb a nappal, a legrövidebb az éjszaka. Átellenben vele, ha nevesíteni kell, már karácsony másnapját nem János követi. Itt is el kellene gondolkozni, hogy hogy a csodába van ez. Hát nem István volt a szeretett tanítvány, aki az utolsó vacsorán ráadásul a fejét Jézus kebelére hajtja. Nem István írt evangéliumot, írja meg az apokalipszis a jelenések könyvét, hanem János. De Jézus, vagyis karácsony napját mégis István napja követi. Nomen est omen egyébként, mert mit jelent a Sanctus Stephanus latinul, és mit jelent görögül a Hagios Stephanos? Kovács József, veleméri pap, teológus, vallástörténész, 1984-ben már publikálta, amit mindenki tud. Hát a Hagios Stephanos nem azt jelenti szó szerint, hogy Szent István, hanem azt jelenti, hogy Szent Korona. Miért? Mert a Stephanos, Stephanus az koronát jelent. És hogyha a Sanctus Stephanus, akkor a Szent Korona. Tehát koronát jelent. Annyira koronát jelent, hogy amikor Egyiptomban, Kajróban, a Kop negyedbe jártunk, ahova állítólag, meg nyilván valójában is a Szent Család a betlehemi gyermekgyilkosság elől menekült, tehát József, Mária és a kisded Jézus, hát mi a barlang szentélybe ott, amifölé építették a templomot, nem mehettünk le. Elég volt oda letekinteni, ott tényleg lehet érzékelni, ha valami szentély, akkor az ott szentély. Na igen ám, de tele volt a templom szent képekkel. És hát volt ott 30-40 magyar, és egy magyar figyelmét se került el, egy daliás, arkangyali kinézetű, délceg ifjúnak, szentnek az ikonszerű ábrázolása, aki így tartotta kezében egy koronát. Mindenki azt hitte, hogy ez a magyar szent korona. Miért? Mert egy abroncsos keresztpántos korona a tetején keresztel. Azért nem ilyen sok ilyen korona van. Na, kit ábrázolt a kép? A protomártír Szent Istvánt. És miért tart koronát a kezében? Hát nomen est omen, ezt jelenti a nevem. Tehát nem diadémot jelent, hogy próbálják állandóan magyarázni. Lehet így is fogalmazni. Mert minden csúsztatnak egy picit annyira, hogy nehogy ráismerjünk valami lényeges összefüggésrendszerre. Tehát ezt miért kellett így hangsúlyozni, hogy érzékeljük ezeket a vitathatatlan töbleteket. Tehát amikor történetesen, most visszatérve a nyári és a téli napfordulóhoz. Nyári napfordulóval szemben van a téli napforduló. Ott a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal. És karácsony után már István van. Persze, hogy az a protomártír István, csak hogy a mi Istvánunk róla kapta a nevét. Istvánként.
akkor az István nevet kapja, most idézem a legendáját Szent Istvánnak. Hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami István a görög nyelvben, az koronázott a latin beszédben, tehát a legendai szánkba ágja. Nomen est omen. Tehát Szent Istvánnal indul a Szent Korona. Mitől magyar oltára magyar oltár? Nos, ez döbbenetes tétel. Két király posztola, két fényárnyék arány változás köztén kibontakozott földi életnek, itt van a két határa. És közöttük jelenik meg Magyarország királynője, kezében a világ megváltójával. Na most megint egy apróság. Ha ez történelmileg megfogható, üdvtörténelmileg igazolható, akkor miért tartunk ott, ahol tartunk? Miért nem tudunk egy kicsit növekedni? Sportolóink eredményeire mindig büszkék vagyunk, és elhízunk televízió előtt, csippeket, meg nem tudom miket, kekszeket rákcsálva. Hogy érthető legyen, sajnos eljön az az idő, hogy kifulladnak a jobbak, előbb-utóbb. És akkor mit fog a sok testpecségbe merült atyafi csinálni? Tehát óriási személyre lebontva a felelősség. Miért? Most vagy soha. Hát aki nem vesz észre, hogy milyen fordulatok, szelek vannak megint a világ politikában, az tényleg lekésett már mind erről. Tehát ameddig lehet, addig kell cselekedni. Befelé és felfelé kell emelkedni. Következő tétel Szent László Herma. A Szent Korona után a magyarság második legkedvesebb, kegyesebb, hogy úgy mondjam, emléke. Az emlék az rossz megfogalmazás. Miért van tulajdonképpen a Szent László Hermáról megint nem egyöntetű beszéd? Megint ki kellene dolgokat mondani. És élek a gyanúperre, hogy június 27-én sem fogják kimondani. Kire emlékeztet a Szent László Herma arca? Egyáltalán az ötvös művészeti kidolgozása. Na most megint ez nem a személyi kultusz, hogy fogjunk fel dolgokat. Hát élek a gyanúperre, ha történetesen Pap Gábor nem mondott volna ki egy-két dolgot, és összefüggésre nem figyelmeztetett volna, nem biztos, hogy a kortársunk, meg mi magunk is azonnal észleltük volna a jelentőségét. Miért? Mert ráadásul nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy nagy műveltséggel rendelkezzünk. A Szent László Herma arca, ami vitathatatlan a magyar középkor ötvös művészeti csodája. Maga az arctípus is egyedülálló, ahogy a hajat kialakítja. Tehát ha valaki fel tudja idézni, egy ilyen font sugár koszorúként övezi a fejet, ilyen szálanként, mint hogyha drótból lenne Szent Lászlónak a haja, hát ha ez nem egy szellemi kisugárzásnak a képjele, akkor már ki tudja, hogy mi az. Ott is megjelenik a jellegzetes két felé választott szakál, lehet látni a bajuszát, hát a fején ez a korona, amit Naprági Demeter gyulafehérvári püspök Prágában csináltatott neki 1600-as évek elején, tehát ez egy rendkívül új keletű ügy. Ezeket mind elmondják. A lényeget nem mondják el. Van-e a művelődés történetben ennek az arcnak párja? Rokonítható-e? Kiderül, hogy rövid távon belül nem. Az első értékelhető művészettörténeti rokoni kapcsolat térben és időben túl messzire vezet. Térben Mezopotámiában, időben pedig hát a pártos birodalom fénykora. Honnan tudjuk? Úgyhogy a Bagdadi Irak Múzeumnak itt volt a kiállítása az 1960-as években. Az a nagyon híres, ismert, Sámiból származó pártus hercegként apostrófált bronzszobor, nem, hát aki látta, most döbbenek rá, hogy vetíteni kéne, hát én erre készültem, de hát minden esetre máshogy alakult a mezőnyben az elején a dolog. Tehát, hogy érthető legyen, azért a hajnak a kialakítása ugyanolyan, gondolom sejtünk valamit, pártos birodalom Jézus születése előtt után egy évszázaddal lehetünk. A Szent László Herma kora, akárhogy adatolom, harmadik Béla korára szokták tenni, 1192-ben avatják Szent László-t,
És a kicsit határozottabb állásfoglalás nem Zsigmond korára teszi a Herma készülésének az idejét, hanem harmadik Béla korára. Na most hogy lehet ilyen megejtő hajviselet ugyanúgy? Na igen ám, de kerülnek elő a pártos királyszobrok, és akkor a televízióban, 60-as években erről film készült. És bevágták Szent László Hermát is a sorozatba. Egyébként László Gyula is nagyon óvatosan, mert tudta, hogy a pártos kérdés az valami miatt az megint izzó kérdés, tehát nem direktbe, de ő is állandóan jelezte. Tehát ez miért hangsúlyozom, aki egyszer látja, fölismeri. És végig ott voltak a pártos szobrok, jellegzetes hajviselet, bajuszviselet, szakálviselet. És mellette a Szent László Herma. Na most, ha bennünket nyugat-európai források Árpád vezér és Szent István kora között nem hívnának egymás után pártusnak, megint melyik augusztus 20-ai műsorban hallunk arról, hogy kortárs Karoling meg frank források nem csak hunnak neveznek, hát még jó, hogy annak neveznek, nem csak avarnak, meg nem csak ilyen neveket mondanak, hogy az avarok, akiket régen hunnak, most pedig magyarnak hívnak. Akkor van kontinuitás. Ilyen véletlenül sem szokott elhangozni, mert egy mondatban az igazság ki van mondva. Tehát sok információt kell mondani, rendkívül sokat, hogy az igazságot ne is akarjuk keresni, mert ekkora információ özönben már minden el fog vészni. Tehát visszatérve viszont sok vonatkozása lehet a dolognak, de van ennél egy meredekebb is. László Gyula nem a pártos királyi arcvonalat követi, hanem minden munkájában leírja, hogy a Szent László Herma Jézus Krisztus arcát idézi. Ismerjük a megfogalmazást? Na most, ha minden arc, minden szellemiség Szent László esetében bizonyíthatóan, láthatóan Jézus Krisztus, hát Szent László Hermájával László Gyula effektíve foglalkozott. Tehát a 60-as, 70-es évekből több kutatást végzett el. Vannak olyan művei, amik a Szent László Hermáról olyan képet közölnek, teljesen egyedülálló, hogy belülről. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a pozitív felét látjuk az arcnak, hanem a túloldalát, a negatívot. Megdöbbentő. Olyan, mintha egy leplen, lepedőn látnánk egy arclenyomatot. Na most kire emlékeztet ez az arctípus? A torinói halotti lepel Krisztus arca. És mert ez ténylegesen jelenlévő dolog, hát éppen azért úgy gondolom, hogy mivel egyetlen egy óránk van, gyorsan nézzük meg a történelmi Szent Lászlót. Azért mégiscsak itt élt közöttünk. Három dolgot fogunk érinteni. Az egyik, hát most kicsit cikázunk és kacsázunk a történelembe, mindet cáfolni szokták, valószínűleg fogják is majd az ünnepi műsorok alkalmával. Megint, hogy legyen már kisebb rendűségi érzésünk, hogy hát mindent rosszul tudunk. Most azért gondolom, sejtünk valamit, állandóan úgy jönnek el, a déli harangszó nem is azért van. Akkor miért van? De akkor tényleg miért van? Hát mert mint tudjuk, mi a búbánatot? Hát azt a szöveget én is ismerem, csak van egy probléma. Annak a szövegnek van folytatása is. Nem tudom, hogy ismerjük-e azt a jelenséget, elmondják a történetnek vagy a szövegnek az első mondatát, és elfelejtik folytatni. Például a Szent István Intelmekből, hogy az egynyelvű, egyszokású ország gyönge és esendő. Hát légy szíves, mondd el az előmondatot is, meg az utómondatot is. Mondd már el. Hallottunk olyan beszédet, ahol elmondják. Pont az ellenkezőjéről van ott szó. Miért? Mert nem országról, hanem királyi udvarról. Már itt buknak a dolgok. Második Ramszesz fáraónak az udvara milyen volt? Egynyelvű, és Hetita felesége volt, hogy érthető legyen. Milyen volt Dzsingisz Kánnak az udvara? Talpig mongol mindenki? Hát ott van a kitánoknak a népe, akik gyakorlatilag az intelligenciát képviselték a birodalomban. Elmondják utazók.
Minden vallás képviselői ott vannak. Ott vannak a buddhisták, ott vannak a nesztoriánusok, ott van a zsidó vallás képviselője, ott van az iszlám vallás képviselője, ott van a taoizmus képviselője, a konfucianizmus, és mint egy népi zsibvásár olyan Dzsingisz Kánnak az udvara. Milyen volt Attila király udvara? Önegészíosz? Detreaszász? Hát hol élünk mi? A világkirály udvara nem egynyelvű és egyszokású. Miért? Mert a magyar királynak is népei vannak. Népei. Tehát ez mit jelent? Eleve nem lehet egynyelvű. Hát 9 ország tartozik a Szent Koronához. Ezek alapvető tudnivalók. De ha Attila neve van, akkor jó. Ha Dzsingisz Kán jó, ha második Ramszesz jó, ha Pártus király görög nyelven ír drámát, az jó. Ha itt megjelenik a latin írásbeliség, Szent István behívta az idegeneket. Nem tudom, érzékeljük ezt a logikát. Tehát ami mindenhol a világtörténelemben a legmagasabb szintnek, kulturális, nyelvi, uralkodói formának a legmagasabb szintje, nálunk behívta az idegeneket. És jönnek piros, fehér, zöld barátaink, hajrá Koppány, vesszen István, vagy vesszen Koppány, hajrá István. Ide jutottunk. Ez annyira szánalmas és tragikomikus, ha Koppány sírna, zokogna. Ha Szent István sírna, akkor ő is zokogna. Szinte már térden állnak a nemzet előtt, hogy fogjátok már fel, hogy mi milyen hullámvölgybe vagytok benne. Na de minden esetre, tehát vissza szeretnék kanyarodni az alapvető tételhez, viharos gyorsasággal, elvarratlanul maradnak gondolatok, tehát 3 tételt szoktak értelmezni, kezdjük az elsővel. A német választó fejedelmek Szent Lászlónak felkínálták a német-római császári trónt. Jön a történet, tudomány, és azt mondja, mint tudjuk, ez hamis információ, ez krónikás kitalálás, ehhez képest a legendájában is szerepel Szent Lászlónak, nem csak történetesen a képes krónikában. Mert, mint tudjuk, Henrik császár élt. Mert, mint tudjuk, a probléma nem az, hogy élt vagy nem élt. Mint tudjuk, olyan a történelem, mint tudjuk, hogy attól, hogy él az uralkodó, attól még az alattvalók lehetnek vele elégedetlenek. És mint tudjuk, él még az uralkodó, és nyakába hívnak mondjuk egy ellenkirályt ellen. Mint tudjuk, van ilyen? Hát Zsigmondot 1403-ban gyakorlatilag épp Szent László Hermánnál Váradon esküsznek meg magyar főpapok és főurak, hogy leteszik. Elég volt Zsigmondból. És Nápolyból hívják be Lászlót. Akkor nem igaz, hogy Zsigmond uralkodása alatt behívták Lászlót? Vagy tárgyaltak vele? Tehát nem tudom, hogy érzékelünk egy nagyon furcsa logikát. És milyen jól hangzik, amikor ezt majd elmondják. Hát élt a német-római császár, mint tudjuk. Hát nem halt meg. Hát ez már cáfolja azt, hogy... Nos, az a helyzet, hogy van ellenkirály, akkor Rudolfnak hívják, de nem is ez a lényeg. Hanem Szent László nem fogadja el, mint tudjuk, és ezt tényleg tudjuk. Miért? Mert azt mondja, hogy éppen elég az ő országa, éppen elég gond van és baj van, és addig jó, hogyha valaki csak azzal foglalkozik, amire Isten rendelte őt. Fordított esetben nem hiszem, hogy német-római császár lemondott volna arról, hogy a magyar királyságot felajánlják neki. Tehát erkölcsi példa. Nyújtanak neki valamit, és ő lemond róla. Nem sokáig tart a magyar történelemben ez a jelenség, mert Zsigmond viszont, róla írja Révai Péter koronőr 1613-ban, tehát történelmi tény. Csak megint a német-római császári korona és a magyar szent korona között hierarchikus különbség. Zsigmond volt az első, aki a német-római császári koronát a Szent Korona főségéhez csatolta. Csatolta. És közben 3 része van szakadva az ország. Tehát nem tudom, fölfogjuk-e. Hiába van német-római császár, hiába van 3 részre szakadva a magyar királyság,
a magyar királysági uralmi forma Szent Koronával akkor is magasabb rendűnek tételeződik, mint tudjuk, vagy mint tudni kellene. Inkább így kellene fogalmazni. És van egy középkorban definiált tétel, csak nem foglalkoznak vele, most ezt sarkosan fogom mondani. A magyar király császári jogú király. A bizánci császár vagy a német-római császár nem magyar jogú király. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy magyar király zökkenőmentesen lehet bármikor császár. Császár soha nem lehet zökkenőmentesen, nem lehetett magyar király. És hogy a bizánci történelemből vegyük a példát, harmadik Béla esete. Megint alapvető tétel. Ha valaki harmadik Béla korát ismeri, legfeljebb meddig jut el? Harmadik Béla művelt volt, mert Bizáncban nevelkedett. Tehát innen keltezik az írásbeliséget. Tehát itt nagyon meglódult nekünk, mert harmadik Béla Bizáncban, hát ott tudtak írni és olvasni. Na most ehhez képest, ha én azt mondom, hogy Bizáncban nevelkedett, akkor folytatni kell a folytatást. Hogy miért kerül Bizáncba? Mert a bizánci császári trónnak volt a várományosa. Erre mondják, mekkora különbség. Soros ösztöndíjjal mondjuk Oxfordba járni, vagy történetesen kormányzati tényezőként, kormányfő előkészítőként nevelkedni. Hát azért van a kettő között különbség. És hát a helyzet az, hogy akkor a császár Mánuel volt. Ő volt az, aki a bizánci birodalmat még helyre tudta állítani valamennyire, de nem volt örököse. Na most honnan hívhat, nem volt akkor még fia, honnan hívhat, ha utánpótlásról gondoskodni akar? Nem is volt kérdés, második Géza második fiát Bélát hívta meg a trónra. De mivel közben megszületett a fiú, az ő fia, hát Béla a mi örömünkre visszajött, mert egy nagyon jó király vált itt belőle. Tehát a magyar király bármikor lehet. Hallottunk olyat, hogy a magyarok bizánci császár palántát meghívnak az Árpád-korban magyar trónra. Soha az életbe elő nem fordulhatna. A másik keresztes hadjárat, az első keresztes hadjárat fővezérének kérik meg. Például a Képes Krónika Nagy Lajos idejében íródik 1358-ban, végigveszi, hogy Britanniából, Franciaországból, Hispániából, Itáliából milyen fejedelmek jönnek, keresik fel Szent Lászlót és kérik meg, hogy vezesse ő az első Szentföldre induló hadjáratot. Valószínűleg máshogy alakul a keresztes hadjáratok története, háborúk ideje, hogyha ő megéli azt, hogy az élére tudná állítani. Megint jön a szöveg. Hát, mint tudjuk, Szent László meghal ebben az évben, 95-ben, és a keresztes hadak csak a következő években indulnak el. Akkor mondd már tovább, hogy mi történik. Hát az történik, na tessék szépen tovább menni, hogy Könyves Kálmánnak ezt a gyűlevész társaságot fegyveres erővel kell kiverni az országból. Ez történt? Ez történt. Miért? Mert elkezdtek öltökölni, fosztogatni, és még egy apróság, 100 évvel majdnem Szent István szérelépése után, azt mondják, ezek nem is keresztények, hanem pogányok. És itt kell a felszabadító háborút elkezdeni. Hát az, hogy Badinyi Jós Ferenc például alapvető dolgokat sajnos nem ismert, de kinyilatkoztatott, azaz népnemzeti oldalra sem vett túlságosan jó fényt. Én ismerem, tem és szerettem őt, és sokat lehetett tőle tanulni. Tehát nem arról van szó, hogy méltatlanul személyesen iskolát teremtett. És onnantól kezdve felelősség is van. Rossz az az iskola sajnos, bizonyos szempontból. Tele van meg nem gondolt gondolattal, és nincs alapos történelmi ismeret. Majd látni fogjuk, hát könyörgöm, elmondtam ezt a hármat, apostol királyság, Szűz Mária az ország király, Szent Korona, akkor milyen Koppány István cirkusz? Hát nyilván van ellentét, de előbb a szintet állítsuk már be. Na de ha beállítom, akkor lőttek a tanmesének, hogy válaszd Rómát, már vagy Bizáncot. Hát 1054-ben van az egyházszakadás.
Milyen választási lehetőség van Szent István idejében? Egynek tételeződik a római anyaszentegyház. Minden széthúzással, minden ellentéttel szemben. Tehát még egyszer elmondom. A bizánci, ortodox és a görög és a római latin egyház 1054-ben vált ketté. Történelmi tény? Történelmi tény. És milyen szövegek szoktak elhangozni? Milyen jó, hogy mi Nyugat-Európát, azt a Rómát választottuk. Miért jó? Mert valószínűleg nem maradtunk volna meg. Mi mindig nem maradtunk volna meg. Szerbia ortodox keresztény megmaradt. Bulgária ortodox megmaradt. Hogy érthető legyen. És mennek ám ezek a szövegek. Hát Szent László, ez tévedés vagy szépítés, mert mint tudjuk, már meghalt, mire a keresztes hadak elindultak. Na akkor kezdjük el előről. Egy hadjáratot, amit egész Európa részt vesz. Szerinted a hadjárat indulása előtt egy nappal kezdik el szervezni? Hát gondoljuk már végig. Ez azt jelenti, hogy évek, évtizedek előkészítő munkája. Az, ami végül is mondjuk elindítja. És végül a harmadik tétel, ez lesz talán a legmeredekebb ebből most az első nekifutásra, a szabolcsi zsinat. Szent László hívja össze. Gyors kérdés. Király, császár, most német-római császár, mert Bizáncban cezaropapizmus van. Hívhat-e össze zsinatot és elnökölhet-e? Német-római császár hívhat-e össze új zsinatot, hogy elnököl? Hát mindent meg lehet tenni, nyugodtan hívhat össze, csak nem lesz egyházi jogi érvénye, hanem ki fogják rekeszteni. Tehát mi az, hogy Szent László zsinatot hív össze? Elnököl, és nem csak világi törvényeket, egyházi törvényeket is hoznak. És itt kellene egy kutatást fonalat újra felvenni, ezt évtizedekkel ezelőtt hallottam. Ugyanakkor például, akik görög-katolikus egyháznak a tagjai, azok, ez nem azonos az ortodoxiával, azonos bizonyos szempontból. Tehát, hogy érthető legyen, figyelmeztetnek, hogy azért volt ez a zsinat nagyon érdekes, mert Szent László a két részre szakadt egyház vezetőit, nem a csúcs szinten, de magas papi szinten egy tárgyalóasztalhoz tudta leültetni. És egy pillanatra akkor fennállt, megcsillant a lehetősége annak, hogy ami szétszakadt, újra egyé váljon. Hogy ennek mi a jelentősége? A moszkvai pátriárka mikor találkozott a római pápával? Hány évtizedes előkészítő, hányszor hirdette, még Pannon halmán, fognak találkozni, még II. János Pál pápa idején mindig felröppent, hogy találkozni fognak. Na miért nem ülnek le? Mert van egy probléma. A harmadik Róma, és mi az, hogy harmadik Róma? Az első Róma, Róma. A második Róma, Konstantinápoly, de elbukott. Hova kerül a harmadik? Az ortodox, jelenlegi pravoszláv képviselet szerint. Moszkva a harmadik Róma. Végig a 19. századi orosz vallásos irodalom így tárgyalja. De nem ez a lényeg. Miért nem ülnek le egy asztalhoz? Mert nem ismeri el fölöttesének a római pápát. Pont. Nem tudom, hogy fölfogjuk-e. Ez ma is kiélezett probléma. Viszont akkor a kérdés. Miért avatta az ortodox egyház szenté Szent Istvánt 2000-ben? Lehet, hogy ez a kérdezfelelek játék már unalmas, de én azért úgy elvártam volna, hogy nem csak a felszínen, hanem tényleg elmagyarázzák, hogy miért avatták szenté egy évezred elteltével Szent István magyar királyt, nem a római latin, hanem a úgynevezett ortodox egyházban. És a híveket se érdekli? Na, itt vannak a problémák. És azt meg kevesen tudják, hogy ma az ortodox egyház, hát akik magyar vonatkozásban is érdekeltek, Szent Lászlót úgy tekintik, nem mint római keresztényt, hanem mint bizáncit. Kapaszkodjunk meg, elővesszük az orosz krónikákat, 1240-es évek, hát ott minden összesűrűsödik, ez
Batukánról szól, hát az évszám sem stimmel. És egy Szent László csodája elevenedik meg, meg a történelmi Szent László. És elmondják az orosz krónikák, hogy Szent László tulajdonképpen igaz hitű volt. Mert ők magukat tekintik, mert minden felekezet magát tekinti igaz hitűnek, ugyanazon a valláson belül. Egy ág onnan indul a törzs, az már nem igaz hitű. Ebből megint ki kéne ebből a gyermetek betegségből nőni. Mert van, amikor tényleg ennek van értelme, amikor elindul egy burjánzás, na de ez nem csontvári magányos cédrus, hogy minden ágnak befelé és egymás ellen kell fordulnia. Ez Csontvárinak az zarándoklása a cédrushoz Libanonban megfogalmazása lehetne. Tehát ünnepelni kellene azt, hogy milyen nagy és hatalmas a keresztény egyház. És a következőt mondják. Szent László nem merte, hát ez persze Szent László, én most a orosz krónikát idézem, a övéivel tudatni, hogy ő ortodox hitű. Pont egy Szent László. Tehát nem merte. Szabbás püspök téríti őt át, majd amikor elmegy, vagy ő maga, mellette ott van egy olyan, hogy mondjam csak, vagy maga szabbás maradott komornyikként, vagy valakit, maga egy papot otthagy, hogy közben Szent László lelki vezetését szolgálják. Na most ezen nem a mosolygás a lényeg, hanem vegyük észre, amilyen irányból néznek Szent Lászlóra, magukénak érzik. Magukénak érzik. Tehát a legfontosabb üzenet ez. Megint a kérdést fel kell tenni, hogy miért. Na ennyit. És többek között azt, hogy mit jelent az apostol királyi jogkör, mondjuk praktikus, egyszerű úton, gyakorlati használat útján megnézzük, hogy ez Somogyvári, Kupavárhegyen való bencés apátság létrehozásánál mit jelent az apostol királyi jog. Már csak azért sem, mert Kapostól nem túlságosan messze van Kupás, tehát ezek összetartozó területek lényegében. És azt mindenki egyetért abban, hogy Koppánynak ott volt a rezidenciája. Azt már kevesen gondolják végig, hogy hogy lehetséges az, hogy Szent László avattatja szenté, Szent Istvánt, és nem római pápa. Tehát mi a történelmi tény? Az, hogy Szent László avattatja szenté. Ugyanakkor pedig a Koppány éra az mindig azt hangsúlyozza, hogy a vazulág, a koppányág megy tovább. Menjen tovább. És akkor mit példás Szent László? Szenté avatja Szent Istvánt. De vagy az erekéje, vagy első körben, ez vitatott egyébként, hát Bakai Kornilásától régész ott kialakítatott egy kis emlékhelyet, hogy várad előtt Szent László ott lett volna eltemetve. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon elterjedt dolgokról van szó. De milyen egyszerű az ügy? Ha ez így volt, onnantól kezdve nincs Koppány István cirkusz. Miért? Mert Szent László rendezte a kérdést. Nem kell sebeket feltépni, vagy ha nincsenek sebek, akkor nem kell hatalmas pallosokkal vágni, csak hogy sebeket próbáljunk meggondozni. Tehát gyönyörű az üzenet. Szenté avatja Istvánt, de Kupa várába temetkezik el az első körben. Na mi ez az, hogy ébredj magyar? Vedd már észre, az ellentétek idővel kisimulnak, kisimíthatók. És a század elején, hogy érthető legyen, még nincs koppányügy. Petőfi nem szerette a királyokat. Ha király volt Mátyás, még akkor is, hát ideológiailag Petőfi valószínűleg nem lett volna jó vitatársunk bizonyos időkben, de ő ismerte a magyar történelmet. Őt a francia eszmék, forradalmi eszmék ejtették egy kicsit fogságba. Na de ismerte a magyar történelmet, Koppány nevét le se írja. Pedig ha valaki odasózhatott volna, Ady Endre leírja Koppány nevét. Dózsa György unokája vagyok én. Csak Adytól ez egy kicsit véreim, kicsit óriási költő. Csak hát Csák Máté földjén. Tehát, hogy érthető legyen, Csák Máté volt a magyar szabadságharcoknak a mitikus alakja. Csak azóta bejött Trianon. Világos?
És mivel kitalálták, hogy Dózsa György nem lesz néphős, miért? Mert vitatott a személyisége. Aki magyar embereket húz karóba, hát engedelmet kérek. Akár mennyire szeretjük, köszönjük szépen. És ekkor jön elő a valódi koppány, mert koppány létezett, és elkezdik nyomatni. Oszd meg és uralkodj. És ma szinte ez dübörög. És azért kell ismerni ezeket az adatokat, hogy minden sérelmet megfelelő alapon tudjunk tárgyalni. Tehát nincsenek idegen hittérítők. Jelentkezzen már valaki az, aki tudja, hogy Magyarországon hány hittérítő halt mártír halált. Ha egyetlen egy hittérítő itt mártír halált halt volna, vad, bitang, pogányok, varkocsosok keze által, 1920. június 4-én ez is vádprogramként jelent volna meg, hogy ilyen bestiálisak a magyarok. Gellért nem térítőként jött ide. Van már csanádi püspökség, és Szent István nem minden humor nélkül 7 évre elküldi Bélbe. Miért nem mindennapi humor nélkül? Mert egy verencei patrícius, akinek a műveltsége olyan, hogy abból az irányból tájékozódik, ő Bélt nem tudja azt, hogy magyar nyelven Bél az azt jelenti, hogy Bel. Azt ő nem tudja. Ő azt tudja, hogy pogány istennév. És üldözendő. Nem tudom, hogy érzékeljük-e a Szent Istváni logikát. 7 évig Bakony Bélbe. Bélbe menjél. Ugye az ember előtt úgy felvillan Gellértnek a arcjátéka, hogy uram királyom, mit mondtál? Bél, Bál, tudod, Balaton, nincs túlságosan messze, tehát lehet ragozni a dolgokat. Nem akarok ilyen vizekre elkalandozni. De már Orszeoló Péter rém uralma van. Váltja őt Aba. Majd visszajön Ménfői csata után Orszeoló Péter rém uralma. Kirobban a vataféle pogány lázadás. És ekkor, ahogy mondani szokták, Gellért olyan utat választott, ami hát egy politikai válság és indulat világában nem azért, mert hitet térített. Hol vagyunk már Szent István korától? Hol vagyunk már tőle? Tehát mondjon nekem valaki egy térítő mártért, akit meghalt. Szent Adalbertet, Géza és a gyermek István kortársa. Poroszok ütik agyon, térítés közben. Van ilyen a Kárpát-medencébe? Na tehát mit jelent az, hogy apostol királyság? Apostol király, legegyszerűbb oldalról magyarázzuk meg a dolgokat. Tehát Magyarországon ez egy olyan jogkör, nem azt mondom, hogy a pápaival egy szinten van, de nem lehet máshogy megfogalmazni. Magyar királyság területén, ugyanis a magyar király nevez ki főpapot. A pápa legfeljebb megerősíti. A magyar király alapít templomot, a magyar király alakít ki püspökséget. Hát van olyan Nyugat-Európában, hogy császári kézbe kerül? Hát Gergely pápa magát a legfőbb császárnak tartja. Tehát a pápa császár tehet le, császár emelhet fel. Tehát, hogy érthető legyen mondjuk a kicsit a római világon belül a hierarchia. És hát végeredményben felépíteti Szent László ezt a somogyvári bencés apátságot. Dél-Franciaországból hozott szerzeteseket. Ráadásul ezek nem is tudnak magyarul, amikor megérkeznek. Imre király lesz az, harmadik Bélának a idősebb fia, fiatalabb fia, majd harmadik Bélának második András. Tehát Imre király lesz, aki a somogyi apátságnak ezt a kapcsolatrendszerét megszünteti. Addig érvényben van. Tehát csak Dél-Franciaországból jönnek papok. A történet hogy szól, és ugyanez vonatkozik mondjuk a harangozás történetére. Hogy el kell a folytatást is mondani. Szent László ideje alatt pedig innen papok mennek ki oda. És tovább kell folytatni a dolgot. 1990-es években egy fiatal egyetemi társaság dél-franciaországi templomokat látogatott. A helyi pap és a francia nyelvű prospektus is, ahogy mondani szokták, egy kicsit megdobogtatta a szívüket. Miért? Mert elmagyarázták, hogy ezek a templomi faragványok.
Ezek Franciaországban teljesen idegenek. Egyetlen egy helyről jöhetett, Közép-Európából, a Magyar Királyság területéről. Akkor megy innen ki kultúra? Hát állatküzdelmi jelenet, szkítakorra megy vissza. De hát hiába, nehogy azt várjuk, hogy majd egyszer a televízióba bemondják, reggeli műsorba, minden jóra fordult. Gratulálunk a magyaroknak. Kiröppent a kalitkából a szabad élet gyönyörű főnix madara. Hát lassan már itt tartunk. Mondja be valaki a tévé meg a rádióban, nem fogják bemondani. És miért lenne érdekeltsége bárkinek, hogy mi jobban tudjuk a saját múltunkat, ha mi nem akarjuk jobban tudni ráadásul. Tehát itt erkölcsi problémák, lélektani nehézségek mutatkoznak már meg. Aztán más kérdés az, hogy ez a dél-franciaországi terület Saint-Gilles-lel is, Toulouse-zal meg mindenekkel, hát végig az eretnekségek által fertőzött területnek. Ez a katar eretnekségnek volt a gócpontja, hát amit egyfajta új manikeista fellendülésnek neveztek. Már nagyon sajnálom a manikeizmust és Manit is, miért? Mert minden, gyakorlatilag minden eretnekséget, például Husz János kezdeményezte mozgalmat is, nagyegyházi körökben egyből manikeistának nyilvánítottak. Hát valószínűleg a katarok soha életükben nem hallottak Mániról, vagy manikeizmusról. És így lehet dolgokat ám így összemosni, így szépen lassan. És mit rákennek a századok, hát ki tudja már visszafejteni, hogy mi az igazság. Na de eljön ide Odilo apát, és Teuzó pápai legátus is itt van. Odilo apát jön Saint-Gilles-ből. Meglátja Szent Lászlót, és mit mond? Elegantissimus Rex. A legelegánsabb király. Aki látott pápát, francia királyt, német-római császárt, meglátja Szent Lászlót, hát a Szent László herma arca azért jusson eszünkbe. Az ember meghökken. Ez az arctípus, ez többenetes ám. Hát azért nem minden nap szaladgálnak ilyen arcú emberek környezetünkbe. Honnan árad az a fenség? Egyszerűen megbabonázza az embert. Most jó értelemben. És itt kiderül a következő, mivel dél-franci Saint-Gilles kolostor, apátság pápai irányítás alatt áll. Miért? A római Enye Szentegyházon belül ez természetes tétel. Na most mi lesz a szerzetesekkel akkor? Tehát most életképi jelenet szintjén, hogy érzékeljük, hogy mit jelent az apostol király jogkör. Mi lesz ezekkel a szerzetesekkel akkor, ha ide jönnek Somogyvárra? Hát a római pápa nyilván hogy fogja tekinteni? Hát természetesen pápai irányítás alatt áll. Hát természetesen nem. És még egy gyors kitérő, mert nem maradhat ki. Smolnár V. József mindig nagyon szépen érzékletesen tárgyalta, és hát tárgyalja mind a mai napig. Horvátország esete a Magyar Királysággal, Szent László óta. Ezt gondolom tudjuk, soha nem vazallusi hűbéri államként kezeli a Magyar Királyság a társországokat. Legszebb példa Horvátország esete. Ilyet kimondani, amit én ki fogok mondani, nyilván történelmietlen. De ha nincs Szent László, Horvátország történelme ott egészen biztos, hogy szétzilálódik. Évszázadokra. És aztán ki tudja, hogy mit hoz a jövő. És vajon miért? Mert ez a Tirpimir uralkodóház Zelemérrel az élen kihal. Igen ám, de a horvát királynak a felesége Szent László Ilona nevezetű testvére. Ilona behívja testvérét, mondván, veszélyben a trón, lázadások vannak, széthúzások vannak, segítsél. Elméletileg, mivel ő a horvát király felesége, tulajdonképpen van egy ilyen jogkör. Bármennyire hihetetlen, ha nem tudnak méltó uralkodót választani, akkor átháramlik ilyen szinten a királyság. Csak hogy Horvátország a római pápa hűbérese. Miért? Mert ennek a királynak maga római pápa küldött koronát. Na itt jön a pápai koronaküldésnek a lényege. Tehát akinek pápa koronát küld, az tulajdonképpen hűbéresnek számít. És aztán rövid időn belül megjelenik 7. Gergely, a gregoriánus pápai törekvéseknek a névadója, aki a pápai hatalmat világuralmi szintre akarja
hogy úgy mondjam, átplantálni, megtartva természetesen a főpapi egyházi méltóságot is. Bejelentkezik, hogy Horvátország a római pápaságnak, most ez nyilván nem így fogalmazza meg, de hűbérese. Igen, ám hát Velencét nem kell félteni, Velence egyből jelentkezik, hogy Horvátország őt illeti. Na de a német-római császár sem kell félteni. Egyből kinyilvánítja, amióta a császárok vannak a földön, mint tudjuk, hát egyébként nem így van, csak hát valahogy az impériumot megigazolni kell. Horvátország mindig oda tartozott. Hova? Hát hogy hova? Hozzánk tartozik. Most figyeljük meg, hogy milyen nagy hatalmakról van szó, és közben, hogy tájékozódjunk ma a 93 ezer négyzetkilométer, akár azon a területen, hogy élelmiszer gyanánt mit forgalmaznak nagy áruházakban. A világ legjobban termő, mezőgazdaságilag legjobban művelhető országának területén. És egy kicsit azért szomorodjunk már el. Mert ez már több, mint tragédia. Ez valami olyan szintje a világhoz való hozzáállásnak, amire az ember már nem talál szavakat. Tehát visszaugrunk. Rövid tömörséggel bizánci császár is bejelentkezik, Komnénosz Elek bizánci császár. Hát ez a bizánci császár területe, és mit csinál Szent László? Természetesen forró dróton felhívja Brüsszelt, Amerikát, Pekinget, Moszkvát és más hatalmakat egyeztetni, hogy otthon maradhat-e. Mert neki eszébe se jutott semmi egy ilyen helyzetbe. Egyszerűen Horvátországot társországként a Magyar Királyság mellé emeli. Világos. A legnagyobb autonómia, szabad nyelvi használat, és gyakorlatilag hány nagy hatalom elől menti meg? És ezek, ahogy mondani szokták, nem tréfálkoztak a szavakkal. Amikor lehetett, az impérium gondolatát fegyverrel érvényesítették. De jön egy kacifántosabb tétel is egyébként, viharos gyorsasággal. Megint a kérdések. Ha tudjuk, hogy a Magyar Szent Koronának, Magyar Királyságnak hány országa van? Hát természetesen Magyarország. Na igen, de folytatódik Dalmácia. Ez Dalmácia az ókori Rómával jelent kontinuitást, mivel az egész tengerpartot ókor óta jelenti. Most átvitt értelemben. Szlavónia, Horvátország, a mai Szlovénia nem azonos a Szlavóniával, tehát ez megint egy külön kitérő. Ezek mai meghatározás szerint római katolikusok. Na igen ám, de Ráma. Magyar király második Béla óta Boszniának, Rámának a királya. Ingadozó státusz. Ez még legyen ingadozó státuszú. Na de Szerbia ortodox. Szerbia. Lodoméria és Halics. Ez gyakorlatilag ma határon túl Kijev és a Kárpátok között szabadon lebeg, hát idézőjelben, mert azért nem egészen ortodox. Bulgária, ortodox. Magyarország Kumániának is a királya, Kunország. Egy időben nem tudjuk, hogy Kumánia mit jelent, mert csendes óceánig jelenthetne sok dolgot. Aztán ugye a 15. századtól, 14. század derekától egyértelműsítjük Milkói Kun püspökség. Milkói Kun püspökség. Moldva, Havasalföld, egyesített neve Kumánia volt. Tehát ezt megint, ha magyar ember nem tudja, akkor ki fogja megtudni. Na de ezt miért kell hangsúlyozni? Hogy mit jelent a Magyar Királyság vallási szinten apostol király? Fele-fele arányba, hogy érthető legyen, az országai görög ritusúak vagy latin ritusúak. Hát nem tudom, hogy érzékeljük, hogy ez mennyire döbbenetes tétel lehetne. Mondjuk augusztus 20-án, ugye egész napos műsorban, amikor úgy szépen úgy duruzsolnak. Szent István behívta a külföldi hittérítőket, és bennünket a művelt nyugat mellett kötelezett el, és ez nekünk mennyire jó volt, mert azok milyen műveltek voltak, hát meg, mint tudjuk, még mindig műveletlenek vagyunk, de még néhány évtized nyugati unióban egy biztos, talán majd műveltebbek leszünk.
Na de már én is úgy vagyok vele, hogy ezek tényleg ilyen szövegek, tehát ne ezt jegyezzük meg. Hanem a következő tételt, tehát itt van Teúzó pápai legátus. Figyeljük a szöveget, Somogyvári Bencés alapító szövege. Említett igen mélybelátású király, nem ítélve magát alábbvalónak elődjeinél, azon feltétel alatt és szabadságnak azon örökös jogával alapította ezt az egyházat, hogy annak apátja, Isten és a szentek után, kinek tiszteletére ajánlatott fel, csak őre hallgasson, csak ő előtte hajoljon meg, őt ismerje gyámolának és minden ügyében bírájának. Amint a királyi ez a monostor, úgy a jóknak közös megegyezéséből királyi az a tilalom, hogy halandó ember kivéve a királyt ne merészeljen ítélni az egyház ügyeiben. Elég érthető? És itt van Teúzó pápai legátus, tehát nincs félreértés. A magyar apostoli királyság valóban apostol királyság. Látom, nem fogjuk föl, vagy én nem fogom fel, hogy már rég felfogtuk. Tehát tudom, hogy nehéz megérteni dolgokat. Főleg, ha van már vallásos nevelés. Tehát akkor még egyszer neki szaladok. Szentzsírből jönnek a szerzetesek. Franciák, hát különben etnikailag nyilván nem, mert ez egy új keletű megnevezés. Kinek a hatalma alá tartoznak? Hát ott közvetlenül pápai hatalom alatt voltak. Magyarországra jönnek, és még nem is azt mondja, hogy az esztergomi érseknek, akkor még egyszer méltóztatom felolvasni. Tehát, halandó ember kivéve a királyt nem erészeljen ítélni az egyház ügyeiben. Tehát fogjuk már föl. A magyar király nevezi ki az esztergomi érseket. A római pápa megerősíti, ha megerősíti. Tehát a megerősítés jogköre van ott, nem pedig a kinevezés. És hogy mennyit változott 100 év alatt a világkereke? Hát a századfordulón, a millennium idején a római anyaszentegyház reneszánszát éli Magyarországon. Kiváló papok, egyházi vezetők. Habsburg uralkodója van az országnak. Érdekes módon, de a tények, tények. Hát az ember elkezd tűnődni, hogy ma miért nem lehet ezekről a dolgokról beszélni. Ha őket nem bántotta, akkor bennünket miért bánt? Mert akkor mi lesz? Mivel mi lesz? Tehát nézzük Marcali Henriknek a magyarázatát, aki a következőket mondja. 1896-ban jelenik meg díszkötésben a magyar néptörténelme. 1896, tudjuk, hogy akkor milyen ünnepségek voltak. Itt nem csak a szuverenitás teljes fenntartásának kimondása nevezetes. Igazán történeti jelentőségévő azt teszi, hogy ez a kijelentés abba az időbe esik, amelyben a nyugati államokban már szerte gyakorolta a pápa az investitúrának és a legfőbb egyházi bíráskodásnak a jogát. Itt pedig a pápának neve és címe még csak nem is említetik. Teszi pedig a király ezt a kijelentését őseinek jogánál és szabadságánál fogva. Világos? Mi az, hogy Szent Istváni térítés és fordulat? Hát mutass nekem egy apostol királyságot, ahonnan jöttek a térítők. És mi már apostol királyságból jöttünk, István, legyél te is apostol király. Tehát egyszerűen hangsúlyozom, félelmetes a mai kor átlag értelmiségi környezetben a tájékozatlanság és az önalábecsülés. Egyszerűen nem tud csak, hát már nem is tudom milyen módon gondolkodni. Bámulnunk kell. Na mit kell bámulnunk? Most előre szaladok, mert mindig saját kardjukba dőlnek. Tehát a hivatalos kutatás történet szerint már akkor is Szent István fejét ez a Szent Korona nem érinthette, mert mint tudjuk.
ismerjük a történetet. Tehát ha alul görög nyelvű szöveg felül, latin nyelvű szöveg, akkor a keresztpántot, abroncsot valamikor Szent István után valakik egyesítették, most ezt nem részletezzük, mert ez nem igazolható. És ha itt hátul van egy bizánci császár, aki 1070-es években uralkodott, ez Dukász Mihály, ugyan lehet látni, hogy másodlagos, nem fér bele a foglalatba, szegecsekkel van oda erősítve, még úgy is lötyög, megzörren, ha valaki a de mindent lehet tudni. És azt is, hogy leírja Révai Péter, Szűzmári országában vagyunk, és Révai Péter, mint koronőr protestáns. A hátulsó romzati részen az isteni Szűzanya Zománc képe látható, tehát Szűzmária Zománc képe. Mit keres ott egy Dukász Mihály? Na most ez nem ide tartozik nyilván. Cserélt kép. Megint egy büntet, amit elkövettek történetesen a korona ellen, kik cserélték, miért avatkoztak be, megint neveket lehetne megnevezni. Na igen, ám, de be van rendezkedve ez a globális világ. Hát ez teljesen érthető. Na de vissza, kanyarodva. Ilyenkor viszont kiderül, 1080-as években vagyunk itt a Somogyvári apátságnál. És mi történik? A Szent Korona tan. Milyen érett, világos formában van már jelen. Na ez a döbbenetes tétel, mert ugyanez a szerző, amikor a Szent Koronáról ír történetesen, felmondja a leckét 1896-ban. Nem tudom, hogy érzékelünk-e dolgokat. Abban a pillanatban, amikor kicsit önfeletté válik, meg logikussá, kimondanak igazságokat. Tehát figyeljünk oda, hogy miről van szó. Bámulnunk kell azon, hogy a keresztény egyháznak aránylag rövid uralma alatt, ehhez képest Árpád magyarja gyereke tartó melkereszttel temetkeznek, ehhez képest nem egy Árpád-kori templom, nem Szent István korabeli, hanem Szent István előtti évszázadból származik, vagy évtizedekből. Tehát ez mit érdekel? Lényeg az, hogy nyugatról jöjjenek hittérítők, és a műsoridő ki legyen töltve. Na. Tehát, hogy keresztény egyháznak aránylag rövid uralma alatt már oly határozott és következetes felfogás gyökerezett meg hazánkban a koronának, az egyháziakat illető jogára nézve. Akkor van az koronának, Szent Koronának, egyháziakra számon tartott joga. Hát apostol király a magyar király. És könyvbelábat szemekkel szokták elmondani, csak megint kutatni kell. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudom megerősíteni, cáfolni sem tudom. A magyar királynak vétójoga van. Milyen esetben? Hát Ferenc József ezzel élt, ezt már mindenki tudja. Milyen pápa választásnál? Francia királynak van vétójoga? Német-római császárnak van? Tehát könyvbelábat szemekkel időnként mondjuk, hogy hú, és aztán egyszerűen mindig visszaesünk oda, hogy hú, miért? Mert az, hogy innen mondjuk világcsúcsot beállítva tudjunk oda szaladni vagy oda úszni, edzésbe is kell lenni. Na de napi 24 órán belül 23 és felett tévé előtt eltölteni, hát erre mondják, ezt jóból is megáltálmasok. Mert mit csinál a szerencsétlen honpolgár? Kifáradtan hazamegy, ha egyáltalán van hova mennie a munkából, leül a tévé előtt, és ott ül, ameddig el nem alszik. És marad két napja hétvégén, amikor kiheveri az egyetem ifjúság, meg ilyenkor bulizik. És képzeljük el ezt agytevékenységként. Egész héten magol, és végén két napig pedig bam-bam-bam. Aztán meg. Hát milyen értelmiségi társadalom tudna itt kialakulni? És nem a fiatalokkal van baj, az öregek mutassanak már magasztos példákat. A nagyapa az unokának, adott esetben. És végül Szent László éve van, nem minden humor nélkül mondom, már nem az, hogy Szent László éve van, de én várnám, hogy Szent László törvényeivel a tisztelt ház munkatársait megismerteti, mondjuk valaki a pulpituson állva. Tehát ismerjük, tisztelt társai. Most nem mondom, hogy milyen társak, mennyire nem akarom konkretizálni. Hát ahol az ország ügyeit elméletileg intézik. Szent László éve van, hát ismerkedjünk meg Szent László király törvényeivel. Hát ismerkedjünk meg. Hozzáteszem, hogy Romániában állt a bál pár hónappal ezelőtt.
vagy nem is tudom, hogy mikor. Még Erdélyben is tüntetések voltak, nem csak Bukarestben. Brassóban is napokon keresztül százezrek voltak az utcán. Miért? Mert hoztak egy törvényt, valami irdatlan nagy összeget neveztek meg határ, hogy addig egy képviselő nem elszámoltatható. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk, hangsúlyozom, én nem számoltam át, mert ott euróba adták meg az összeget, 10-20-100 millió forintig gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Érdekes módon kitört a majdnem forradalom. Na most ehhez képest Szent László törvényé. 1092. Szent László király második törvénykönyve, Szabolcsi Zsinat. Legkegyelmesebb László király idejében gyülekeztünk egybe mi, Pannonia országának jobbjai, mindnyájan a Szent hegyen, és azt kerestük, miképpen akadályozzuk gonosz emberek törekvéseit, és miképpen haladjon előre nemzetünk ügye. Mindenek előtt esküvel elhatároztuk, hogy bármely főember és közelvalója. Tehát ez mit jelent? Mi. Tehát esküvel mi elhatároztuk, hogy bármelyikünk, itt most főemberek, és közelvalója. Na nézzük közelről. Találtatnék lopás vétkében egy tyúk áránál feljebb, senki közülünk semmiképpen el ne rejthesse, vagy meg ne oltalmazhassa azt. Na itt kezdődik a törvény. Tehát most azért próbáljuk meg életképi jelenetbe ágyazva, legalább azt a gondolatot kicsit megjátszatva, hogy ezzel szembesítünk időnként, hogy ez az erkölcs, itt kezdődik. És előbb nekünk kell úgy viselkedni, hogy ők is úgy viselkedjenek. És ha védeni kell a hazát, mi megyünk harcolni, hogy ők életben maradhassanak. Nem pedig mi küldjük őket meghalni lövészárkokba, mert nagyot fordult ám a kocka. Második Lajos meghal a Mohácsi csatába. Meghal 6 püspök, vagy 7 püspök. Meghal az országbíró. Meghal a kalocsai érsek, hogy érthető legyen, az esztergomi érsek. Teljes magyar vezetőség. Nem másokat küldenek. Hallottunk arról, hogy Mátyás király interneten játszott galaktikus játékokat, és közben meg a többiek Kinizsi Pállal véreztek valahol. Király mindig ott van, ahol baj van. És ha kell, hát Mátyásról lehet tudni, hogy saját életét nem egyszer kockára teszi. Felderítés közben. A boroszlói jegyző írja le, boroszlói bravúr révén, mert ez tényleg nagy bravúr volt, lengyel, német, tatár seregek, cseseregek százezren volt, százezres, gondoljuk végig. Messze az ország határtól, kint Sziléziában, ott van Mátyás Boroszlóban pár ezer magyarral. Mai napig tényleg tanítják hajdi akadémiákon. Miért? Mert most már a városokban igen gyakran nagy harcok vannak. Hogy lehet nagy létszámú sereget maroknyi létszámúnak gyakorlatilag teljesen lehangolni. Mátyás egyszerűen csinálta, megkérdezte Szapolyai Jánost, Kinizsi Pált és a többieket, hogy tudnánk-e 1000 embert nélkülözni. És akkor megdöbbenve mondja, 1000-et? Egyet se tudunk. Na de Mátyás addig-addig kérdezi, amíg azt mondja, na jó, 1000 embert tudnánk, de akkor mi lesz veletek? Azzal te ne törődj, mondja Mátyás. És itt lép fel egyébként Bakócz Tamás a színen, aki jegyzőként tevékenykedik, egy zseniális haditanáccsal, amit Mátyás elfogadott tőle. És akkor azt mondja, a 1000 lovasnak, na most elmentek szépen, és Lengyelországot elfoglaljátok. Közben a lengyel király és a fia jött őt kiostromolni Boroszló várából. Na most mit csinál az 1000 könnyű lovas? Mert tanácsba kapják mindent, ami gyújtható, gyújtsanak fel. Mi a riadalom? Hát sajnos ez van. Sehol ne álljanak meg. A lengyel királyné szédületes, félelmetes, bámulatos levelet küld a férjének, azonnal gyere haza, mert a magyarok elfoglalták Krakkót. Ez csak egy ilyen részlete mondjuk ennek a kitérésnek. Tehát most képzeljük el azt a drámai pillanatot, egy tyúk áránál följebb.
elképzelhetetlennek tűnik, de érdemes eljátszani a gondolattal. Aztán a második, harmadik törvénykönyvben megerősítés. Magyarország minden előkelője megesküdött arra, hogy a tolvajt nem kiméli, és el sem rejti. Ők is hasonlóképpen cselekedjenek. Közben Szent László követei minden faluba elmennek, kihirdetik, és nem azt, hogy ti főben járó, hanem mi ezt az utat járjuk, ti is hasonlóképpen cselekedjetek. És hát azt kevesen tudják, hogy ez a Mátyás az igazságos. Ez egy olyan szerepkörnek a visszatérése, ami még csak nem is Szent Lászlóhoz vagy Attilához kötődik, direkt beigazolható módon. Vagy Szent Istvánhoz és Attilához, hanem Szent Lászlóhoz. Hát az isteni ítéletek hol voltak a középkorban? Szent László Váradi sírjánál. És mi volt a legnagyobb eskü? Életbe egyszer lehetett ilyen esküt tenni. A Szent László fejérekje tartójára tett eskü. Tehát ez azért az igazság szolgáltatásba is nagyon sok mindent előhívna, és ezeket tényleg nyomozni és kutatni kellene. Hát annyi mélység, magasság támad fel. Vallási törvények. László első törvénykönyve 31. fejezet húshagyatról. Azok a latinok. Egyes fordításban olaszok, ezt elvethetjük, egyes fordításban rómaiak. Ez félreérthető, de egy biztos, ezek tényleg latinok. Tehát latin rítusú és vonzatú külföldiek. Most érdemes figyelni. Azok a latinok, akik a magyarság törvényes szokását követni nem akarják. Ha azt mondják, hogy a mi jobb szokásunkkal nem értenek egyet, menjenek ahova akarnak. De a pénzüket, amit itt kerestek, hagyják itt. Ennyi. Nem kell túlbonyolítani dolgokat. Most képzeljük el ezek a nagy multinacionális cégek. Azért lehetne ám itt fabrikálni, legalább, hogy mondjam, csak elméleti szinten. És mindennek megvan a maga valóban hagyományos múltbéli alapja. És hát Szent László legendával kezdtük, ugyan ide térnék vissza, László Gyulát idézve. A legendának igen sok szövegbeli festett változata élt magyar földön. Ez egymagában is a legenda régi voltát mutatja. Változatok sokféleségét megteremtve. Párhuzamai csak keleten találhatók a szkíta időktől kezdve. Na most itt tényleg érdemes lenne megállni, csak könnyen lehetséges, hogy pont ezt a rendkívül fontos idézetet én már nem fogom előbányászni, tehát mindent nem kell idézni, de azért megvan. Tehát László Gyulát idézem. Miért jó néha idézni? Elmondhattam volna mindezt saját szavaimmal is. Valószínűleg a társaságnak kétharmada csak azt mondta volna, hogy mi megszépítünk dolgokat. És ez a divat. Tehát ha keresünk azért, hát mi megszépítjük. Arra nem érdemes hallgatni. Hát az megszépít dolgokat. Hát a törvény az nem szépít. Mint egy 40 évig foglalkoztam középkori templomaink Szent László legendáinak falképeivel. Sikerült kiderítenem, hogy ősi honfoglalás előtti mítosz emlékei... Na most megint, mi van a Szent István ügyekkel? Ez templomban van a Szent László legenda. Tehát ez azt jelenti, hogy a katolikus az egyetemest jelent. Például az örmény egyháznak a vezetője, vagy a grúzé, vagy a kopté, katolikos patriárka. De sehol nincs katolikos király. Tehát mindenki igényt tart, a katolikos az nem görög, római, latin szó. Tehát római katolikus anyaszent egyház. Csak hogy a katolikus görög szó, katolikos, egyetemes általános. Csak azért mondom, hogy lehet ezekből a nyelvi rezonanciákból is érezni, valamit nagyon össze van, hogy úgy mondjam, az idők forgatagába, sok felekezet megjelenésével szakítva. De egy biztos, László Gyula azt írja, visszanyúlnak a szkíta időkig, térben pedig egészen a sárga folyóig. Na most tovább nem is olvasom. A lényeg a következő. Mert erről megint lehetne évekig, esztendőkig mesélni és beszélni, és a tanulságokat levonni. Tehát emlékezzünk a hét jelenetről.
a 7 jelenetből legalább 2, de minimum 3, mert ezek képjelek. A legismertebb mondjuk a párviadal, ahol már lent állnak a földön egymással szemben, mérik össze az erejüket. Ismerjük, tehát fel tudjuk gondolatban idézni. És mi a helyzet ezzel a jelenet típussal? Jézus születése előtti évezredekig megy vissza, bronzba öntve, aranyból, ezüstből kikalapálva. Szkíta művészeten belül a leggyakrabban visszatérő alapképlet. Vagy adott esetben Szent László a jelenet sor végén, hát váradból kijön, ez egy kőből épített építmény. Pap Gábor figyelmeztetett, de megint, tehát a magyar nyelvből, ha valaki komolyan veszi azt, hogy várad, akkor tovább lehet ám menni. Mert ha ezt a váradot Szent László Szűz Mária tiszteletére építi, akkor ki a te várad? Akkor maga Szűz Mária. Tehát itt egy Szűz Mária történet is. Várad. Nem csak váradot, magyar nyelven beszélünk. Ez a te várad. Ebből kell majd kijönnöd. És a végén miért hajtja a lány ölébe, a megszabadított lány ölébe a fejét? Előfordul, hogy a lány hajtja a fiú, vagy az asszony a férfi ölébe a fejét. Soha nem ábrázolják. Vagy ha ábrázolják, akkor így elmegyünk mellette. Sem tudom, hogy fölfogtuk-e. Milyen, hogy mondjam csak, az ember nem is érzi jól magát egy ilyen kép szemlélet, életképi jelenetként jó. Miért a szkíta évezredektől kezdve, aranyba öntve, kialakítva, a férfi a nő ölébe hajtja a fejét? Hát a fej az mindig a szellemiség. Egy nő öle, pedig ha az nő, mondani is szokták. Hát kinek az öléről van itt szó? Hát a szüzet szabadította meg. A szűzanya öléről. És odahajtja a fejét. Ő kijött valahonnan, és a legvégén mit csinál? Visszatér. Hát képi ábrázolás. Ha lenne fordított eset, akkor azt mondanám, hogy rendben van. De mi? Mert a férfi nem tud szülni. Tehát én megint ébresztő. Tehát ennél egyszerűbben, hogy apa fej, lehet nevetni, de te is onnan jöttél elő. És azért ezek nem tévéből bámulták a világot. És például Karaszkon, Ömörben vagyunk, megint az északi fal felületen a Szent László jelenet, ölébe hajtja a fejét, fordulunk a diadalív felé, és mit látunk? Angyali üdvözlet és a kisdedő Jézus repül Szűz Mária felé. Tessék összeolvasni. És kezd valami kibontakozni. Hát itt egy olyan megváltói, egyetemes megváltói program fogalmazódik meg, ha László Gyulától kezdve, ő nem ment mélyebben bele mondjuk a legenda belső világába. Na de ásató régész. Hát ismer képeket. Nagy Géza. Kiváló történész, 100 évvel ezelőtt leírt, amikor az Ermitásba kutatott. Hát a szkíta arany kincsek között, ami Szent László királyunk harcának jelenetei jelennek meg. Na most, ha megvan a szkíta időktől kezdve, van apostol királyságunk, amit Szent Istvánnal nyertünk el, akkor hogy lehetne azt a kereszténységet nevezni, ahol a templomi falképfestészetben Szent László játssza a főszerepet, és a motívumok a szkíta korba mennek vissza. Segítek kimondani, szkíta kereszténység. Így, szkíta kereszténység. És ha megkérdezzük, hogy az ókori népek melyik népet tartották a világ legősibb népének, Pompeius, Trógus, Justinus lehet idézni, melyiket? Két nép maradt a küzdőtéren. Megint, hát ha nem hinnénk el, hogy Szkítiának hívják Pannóniát, akkor ez megint nem lenne probléma. Hát amikor szkíta írásról beszél Bonfini, az nem székely rovás írás, a szkíta írás. Verancsics Antal, aki majd esztergomi érsek lesz, megkap egy szkíta rovás írásos, már én is azt mondom, nem azt mondom, hogy székely, hogy szkíta rovás írás, szkíta betűkkel. Szkíta nyelvről beszélnek. Tehát Tolnai Balogh például leírja, hogy a nyelvünk ősi szkíta nyelv.
szkíta nyelv, a Nagy Attilának a nyelve, és alkalmasabb a beszédre, a tanításra, a gondolatok kifejezésére, a mesélésre, mint a görög, a héber és a latin. Humanista szerzők, lehet olvasni. Na de a Csillagok háborúja legújabb részét forgatták, meg kell nézni azt gyorsan. Tehát, hogy érthető legyen, minden jelen van, hogy összeálljon egy folyamatosság. És ha megvan a folyamatosság, akkor nézhetjük, hogy időnként mi okoz konfliktust. Na de nehogy már a konfliktust tartsuk mérvadónak. A folyamatosságot kell mérvadónak tartani. És hát azt a visszavonhatatlan pillanatot, ami úgy tűnik, hogy most azért mégiscsak elérkezett, de még egy kis kiegészítéssel azért idéznék a Anjou legendáriumból is. Hát kár, hogy képeket nem látunk, ez Nagy Lajos király számára, pontosabban testvére Endre királyfi számára készült, akit a Verzában fognak meggyilkolni. Eredetileg a lapjai Szentpétervár, London, Oxford, Washington, New York, Róma, a Vatikán, tehát szerte szét van hordva. Egy ügyes művelődés politika mondhatná azt, hogy vagy újra kiadjuk, mert egyszer adták ki, amit össze sikerült gyűjteni. Vagy hát ez magyar emlék, magyar királyfi számára. Miért nem igénylik vissza? Vagy valami reprezentatív felmutatása újra, mert elfelejtünk dolgokat. Na, ott nagyon érdekes a Szent László legenda. Csak azért idézem, mert ott végsőkig van véve, hogy ki ez a szűzlány, akit ő megszabadít. Hát amikor már a Kunnal való ügy rendeződött, megfogja a Kunnak, hát mindenhol a haját fogja meg a Kunnak. Most nyilván nem hajfodrász Szent László, tehát képi beszéd. Ha történetesen hadifogságba kerül valaki, vagy hát most valakinek éppen olyan a haj állapota, hát hullunk, tehát most ne vegye a szívére. De vagy szerzetes, tehát ez azt jelenti, hogy egy szellemi elkötelezettség így. Általában mindig az övet veszik el, és nyírják a hajat. Miért? Hát ennek nincs jelentősége. Miért pont az övet? Mert rangjelző, derék ember. Még akkor is tudja, hogy mit, hogy kell megalázni a másikat. Hadifogoly táborba. Nyugodtan meg lehet. Na minden esetre, tehát ami a fejből kijön képi ábrázolás világában, rendezetten, rendezetlenül, hát ha például a Kun vitéznek a lova, rendre vörös, szinte fekete egyetlen egy van egy kódexben, ez mindig vörös színű ló. Ez mit jelent? Vérbőnek, indulatok, hevületek. Rendezetlen a haja. Már nem a lónak, hanem a Kunnak, amikor lekerül a fejéről. Ugyanakkor a lovának kakaslomnicon érdemes megnézni. A Kun lova vörös ló, ilyen dereses vörös ló, és tényleg, mint amikor éjszakai mulató helyről megy a hazafi haza, ilyen csimbókból fáradt tekintettel néz. Szent László lova, a sörénye, nagyon rendezett, és a lovának nyílt egyenes tekintete van. És a lovaknak mindig emberi szemük van. Emberi szemük, nem én mondom. Hát lehet látni a képeken, akkor milyen lovak ezek? Hát mit csinál a tátos ló a népmeségben? Lónyelven beszél, vagy emberi nyelven beszél? Emberi szemük van a lovaknak. Szinte már üvöltenek, nyerítenek ezek a lovak. És megfogja, mert ezt a sötét gondolkodásmódot kell valahogy hatástalanítani. Vagy rendezetlen csapzott. És mindig a nő végzi el. Hát jaj annak a férfinak, akit a nő övénél fogva már lerántott valahova. Hát ez is képi beszéd. Hát a legenda szövege mit mond? A lány övénél fogva Szent László kiáltására lerántja a Kun vitézt a lovából. Tessék megkérdezni Kassai Lajost, nem lakik messze. Hogy egy lovag viselkedik-e így, vagy vágtató ló hátáról. A legjobb lovas is, ha leesik, összetörheti magát. Tehát képi beszéd. Mit jelent az, hogy övénél fogva egy férfit, egy nő leránt a földre, és ott hemperegni fognak? Na, mit jelent?
20 óra van, vagyis 8 óra, nyári időszámítás szerint más, 18 éven felülieknek. Tehát a kun vörös, vérből. Tehát az elrabolt lánnyal nem filozófiai, teológiai tételeket akar átvenni, hanem ezt a legértékesebbnek tekintett, és ez tényleg nagyon fontos az indulásnál, ezt a tisztaságot akarja bemocskolni. És ezt a lányt szabadítja meg, magyarul a szüzességet menti meg a jövő számára. Hát ma dolgozhatna Szent László, lenne feladata és lenne munkája. Hát ilyen világban élünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy könnyű a helyzet, de mindig lehet érzékelni dolgokat. És miután megfogja ezt a sötét hajzatot, koronájánál lehet látni az első vércsepp megjelenik Szent László homlokán. Magyarul ez mit jelent? Ez a szellemiségnek ennek a hatástalanítása szó szerint egy szellemi, hát töves koszorúval jellemzett megváltás felé indít el. Következő pillanatban a megszabadított lány ölébe hajtja a fejét, és ömlik már a fejéből a vér. És a következő jelenet, térdepel a megszabadított nő elől, az fölé magasodik, és ki ő? Ő maga Szűz Mária, és meggyógyítja Szent Lászlót. Tehát az ember úgy elképed azokon a suhanásokon, hogy mit jelent az, hogy Szent László Krisztus arccal jelenik meg, mit jelent az, hogy szüzet szabadít meg, és legmagasabb szinten azért gondolom érzékeljünk, hát se a római, se a görög anya szentegyházban gyakorlatilag ilyen megváltás történet vagy szent történet nincs. Hogy te László, te a kerlési csatában, amikor még csak herceg voltál, még nem is király, te nem akárkit szabadítottál meg. Hát Molnár V. József hogy szokta mondani? Minden fiú gyermekkel királyfi születik, alias Jézusi minőség. Minden lánygyermekkel királylány, vagyis egy szűzmáriai minőség. Hát a női szentek kit visznek tovább? Boldog asszonyságot. A férfi szentek, de még egy apróság. Mondjuk egy Szent Margitnak, ki a feles férje? Nem tűnik fel? Ezeknek a szent életű szüzeknek van égi vőlegényük. Az maga Jézus Krisztus. Na a férfi oldalról valószínűleg nem ilyen határozottan, de egy biztos a Szent László legendából nagyon jól tetten érhető módon. Legmagasabb szinten elvégez egy szellemi megváltás Szent László. Miért? Mert ha valakinek ennyire elpiszkolódott, szennyeződött, indulatosodott, feketült, sötétült a gondolkodás módja, az máshogy nem megy, ezt a szellemiséget le kell választani. És a lélek pedig föl tud szabadulni. Ugyanakkor pedig a másik oldalon, akit megszabadított, a szüzesség legmagasabb rendű képviselője, hát az már túl van ragozva, Szűz Mária. De akárhol nézzük, gondoljuk végig, a törvényalkotó Szent László, a királyként cselekvő, a királyfiként nem azt nézi, hogy öt sebből, hat sebből vérzek, mert ez történik a kerlési ütközetben. Egy általában egy királyt egy idő után, vagy trónörököst, vagy valakit, hányszor van az, leugranak a lóról és megmentik. Miért? Mert tudják, hogy a hazának szüksége van rá a jövőben. Tehát ne halljon meg ott. Na, a Szent László leghétköznapi szinten, a leghétköznapi szintű tettsorozata. Meglátja a lányt. Ő több sebből vérzik, a kun rabolta el. Nem mást küld maga helyett, hanem meggondolás nélkül rohan a bajba jutott kiszabadítására. Hát ha lesznek ilyen útmutatóink, hogy meggondolás nélkül mennek a nemzet, bajba jutott nemzet kiszabadítására, akkor már lehet tudni, hogy jó időket kezdünk élni. Nem léptem csak 5 perccel túl, tehát köszönöm szépen a figyelmet.